kedves kondikus, igen, tisztelt gyermelélők, valahol nem volt szóval. Bármiféle beszédet mondjak, a védőknek nem ez a dolga, azt hiszem a védőknek, ha van egyáltalán beszélni valami, akkor ez lehetőleg nagyon rövid legyen. És én röviden mondanék csak annyit, hogy a védnök feladat a dolga, a legjobb tudomásom szerint, hogy megvédje a rendezvényt, az előadásnak a téma a jelentőségét, racionalitását valamivel szemben. A szemtelettel nem a előadásokkal, vagy az előadókkal szemben. Mert ha mi tekintjük az előadók és az előadások nevédjéletileg címét, azok jelentőségét, akkor abban világos, hogy azok nem védelmi szerepet töltenek be a téma jelentőségét illetően, racionalitását illetően sokkal inkább annak kiteljesítését, megvalósulását, kibontakozását szolgálja. Hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ezzel meg is fejlődhetett a védőnek ez a rövid beszéde, hogy rámutatott erre a körülményre. Én azt kívánom, hogy ezek a kiváló előadások, kiváló előadók valóban felvillanyozzanak bennünket, valamiféle simogató szerepet is töltsenek aggodalmaink, esetleges aggodalmaink, főleg a reményeket illetően. Kívánok mindenkinek ehhez komoly lelki élményt, spirituális élményt, és jó, sok sikert az előadókban. Köszönöm.